kezdő és vég időpontját a megkötésüket illetően, mind az állami, mind az önkormányzati vagyon esetében. Hozzátartozik, hogy amint hallották a bevezetőben, ez egy új módosított változat a korábbi indítvány helyett. Az oka az, hogy míg azt az indítványt úgy tárgyaltuk végig a kormány különböző minisztériumaival, háttérintézményeivel, hogy egyes tárcáknál külön feladatokat írt volna elő az országgyűlési határozati javaslat. Ebből végül is egy olyan született, amely ezeket a minisztériumokat, vagy mondjuk a Nemzeti Vagyonkezelőt ilyen formában külön nem nevesíti, hanem minden feladatot a kormány számára ír elő. Az indoka az, hogy ilyen formában a határozat egyszerűbb, a kormány számára a döntésnél, a részletek kidolgozásánál, illetve a végrehajtási utasítás megszerkesztésénél nagyobb szabadságot és az aktuális helyzetnek megfelelő feladat megosztást teremt és írhat elő. Ezért ilyen formában ez a határozati javaslat egyszerűbb, és megtartja azokat a határidőket, amelyek így aztán, ha a végrehajtás is egyszerűbb, várhatóan elegendő időt biztosítanak arra, hogy a vizsgálat eredményét a kormány december 15-ig az országgyűlés elé terjessze, illetve, ahogy a harmadik pontja ennek szól, hogy abban az esetben, hogyha a vizsgálatok eredményei ezt indokolják, akkor az év végéig terjesszen be olyan törvényjavaslatot a vagyon értékesítése esetére, amely a jelenleginél szigorúbb előírásokat állapít meg. Tisztelt képviselőtársaim! Az országgyűlési határozati javaslat tehát olyan előkészítést kapott, amely joggal az általános vitára való alkalmasságot megalapozta. Örömmel fogom hallani, hogy a bizottságok milyen formában támogatták ezeket, akár az előző változat, akár most az új változat esetében. Úgyhogy én számítok minden képviselőtársam támogatására és igen szavazatára a szavazás során, és természetesen a vitában állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében Illés Zoltán államtitkár úr kíván felszólalni. Megadom a szót államtitkár úr 10 perces időkeretben. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőtársak! Az előttünk lévő határozat tervezetet, amely H/ 3345-ös számon van előttünk, a kormány támogatja. Ezzel a bevezető mondattal kívántam volna a kormány álláspontját rögzíteni, leszögezni. Amint megnézzük ezt a határozat tervezetet, láthatjuk, hogy a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi hatos törvényt érinti, márpedig annak 89. január 1-jei hatályba lépésétől egészen 2010. május 29-éig, valamint benne van a határozat tervezetben, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zárt körű működő részvénytársaság, azaz MNV ZRT birtokában fellelhető szerződések körét érinti, és bevonja ennek a határozat tervezetnek a megvalósításába az állami számvevőszéket. Tisztelt képviselőtársak, ugyan környezetvédelmi ügyről van szó, hiszen a privatizáció az abban az időszakban zajlott, amelyet említettem, 1988-tól kezdődően lép hatályba a törvény. Környezetvédelmi, természetvédelmi vonatkozásai vannak a privatizációs szerződéseknek, ám mégis nagyon helyesen a határozat megfogalmazói azt mondják, hogy ebben az első körben a Magyar Nemzeti Vagyont működtető zárt közül, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT fellelhető szerződéseit kell átvizsgálni. Ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert felmerülhet bárkiben az a kérdés,
hogy miért most, miért nem 2 évvel ezelőtt, miért nem 6 évvel ezelőtt, és miért 18 évvel ezelőtt nem történt egy ilyen határozat tervezet benyújtása a tisztelt ház elé, illetve miért nem kerültek vizsgálat alá ezek a szerződések, az említett privatizációs szerződések. A vadkapitalizmus kialakulásakor, mondom én, a 90-es évek elején nyilvánvaló, hogy azok, akik érdekeltek voltak az állami tulajdon bagóért történő megvételében, azok nem voltak érdekeltek abban, hogy akár benne volt a szerződésükben a környezetvédelmi, természetvédelmi záradék vonatkozás, kötelezettség, hogy ezt megvalósítsák. Tehát abban az időszakban azt kell mondanom, hogy nem voltak érdekeltek sem a döntéshozók, sem a privatizációt lejátszók, sem a megvásárolt vagyontárgyakat birtokba vevők egy ilyen szerződés halmaz áttekintésében. 98 és 2002 tekintetében az Orbán kormány számos intézkedést tett a család privatizáció visszafordítására a meglévő törvények mentén. Utána 2002 és 2006, majd 2006 és 2010 tekintetében megint csak azt kell mondanom, hogy a 90-es évek elején történt privatizáció ilyen jellegű felülvizsgálata egyszerűen nem volt érdek az érintettek köréből és kapcsolati tőkéjükből fakadóan. Nincs olyan épeszű ember, tisztelt képviselőtársak, akik azt szerették volna, hogy kolontáron bekövetkezzen a katasztrófa. Ilyen épeszű ember nincsen, meg vagyok róla győződve, hogy a MOL Zrt. Tulajdonosai is az épeszű emberek közé tartoznak. Ez nem mentesíti persze őket attól, ami történt, főleg azért, mert ők voltak a tulajdonosai és működtetői annak az ipari tevékenységnek. Ugyanakkor dicsérni szeretném Pálffy István képviselő urat, hogy a bekövetkezett katasztrófa következményeképpen saját hatáskörben, képviselőtársaival egyetemben azon gondolkodott, hogy hogyan lehet az elkövetkezendő időszakra a hazát megvédeni az ilyen jellegű katasztrófák bekövetkeztétől. Ez a határozat tervezet, amely előttünk van, az első lépés. Annál is inkább, mert jelezni szeretném, hogy ezeknek az MNV Zrt-nél fellelhető szerződésnek az áttekintése, itt nem egy, kettő, nem ezer, hanem akár jóval több számú szerződésről van szó, az egy embertelenül nagy feladat. Tehát csak adminisztratív módon kézbe venni, majd elkezdeni lapozgatni és beleolvasni, és megnézni, hogy ott van-e környezetvédelmi vonzata, de egyáltalán megnézni, hogy annak a tevékenységnek, egy mondjuk egy ipari vagy gazdasági tevékenységnek lehetett-e környezetvédelmi következménye korábbiakban. Tehát egy szakmai tudással felvértezett szemlélőnek megnézni, áttekinteni ezeket a szerződéseket, ez egy elképesztően nagy munka. Ilyen formán ehhez külön apparátusra lenne szükség, amelynek a létrehozatalára ebben a pillanatban nincs lehetőség, ezért is szeretném dicsérni, hogy ebben a határozat tervezetben mértéktartóan és megvalósíthatóan az állami számvevőszék bevonására kerül sor, hiszen az állami számvevőszék részben apparátusát tekintve, részben pedig szakmai tudását, privatizációval kapcsolatos és más ellenőrzésekkel kapcsolatos szakmai tudását lehet kamatoztatni ezen szerződések átvizsgálása tekintetében. Ugyanakkor nagyon helyesen nem csak az állami tulajdonból magánkézbe került vagyontárgyak esetében született szerződések átvizsgálásáról van szó, hanem az önkormányzatok tulajdonából magánkézbe került bármilyen ide vonatkozó tevékenységgel kapcsolatos szerződések környezetvédelmi, természetvédelmi vonatkozásait is. Ez a határozat tervezet megjelöli, és azt mondja, hogy az állami számvevőszék bevonásával történjen itt is vizsgálat a tekintetben, hogy adjon 2011. december 15-ig az országgyűlésnek az állami számvevőszék jelentést arról, hogy az önkormányzatoknál mi a helyzet, a privatizáció, az önkormányzati tulajdonban lévő privatizáció környezetvédelmi, természetvédelmi vonatkozásaiból. Nehogy bárki, tisztelt képviselőtársak, de az országban élők azt gondolják, hogy ezen két jelentés után befejeződik a munka. Egyáltalán nem, hanem ez a kezdeti lépés valaminek a feltárása tekintetében. És itt én már jeleztem a nehézségeket, amellyel szembesülni fog a kormány.
de vállalnunk kell ennek a munkának az elvégzését, környezetvédelmi oldalról, a vidékfejlesztési tárca oldaláról is, és ebben a tekintetben helyes, hogy a kormány kerül megnevezésre, ugyan az előző változatban akár a vidékfejlesztési minisztérium megnevezése is a feladatot pontosította, de ilyen formán a kormány megnevezésével számos más entitása, intézménye a kormánynak képes arra, hogy egy közös munkával ezt az óriási feladatot el tudja látni. Mert ahogy hangsúlyoztam, apparátusra bizony elégségesen hosszú időre van szükség ezen szerződések áttekintésére, és arra a szakmai tudásra, hogy az, aki nézi a szerződéseket, tudja és értse, hogy annál a tevékenységnél létezhetette, vagy dokumentáltan volt-e olyan környezetvédelmi következmény, amely következtében kellett volna, hogy legyen környezetvédelmi, természetvédelmi vonatkozása a szerződésnek. Persze visszamenőleg már valami keveset lehet csinálni, mert akármi is derül ki egy-egy szerződés kapcsán, ha már nincs a cég, tönkrement, évek óta befejezte a tevékenységét, akkor, ha benne is volt a teljesítési kötelezettség a szerződésben, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, bár nincs kint számon kérni, vagy tönkrement a cég, és utólag hiába bottal lehet a nyomát ütni, de ott a probléma, ott a környezetvédelmi gond, kár, szennyezés, akár talajszennyezés, akár vízszennyezés formájában. Tehát innentől kezdve én már a 2011. december 15-i utáni időszakról is beszélek, nevezetesen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, azt gondolom, hogy szükség van ezen majd most elvégzendő munka után végig gondolni azt, hogy egy olyan központi környezetvédelmi alapot kell létrehozni, amely feltöltés után, mint anyagiakkal, pénzzel való feltöltés után alkalmas lehetne arra, hogy akár a csalárd módon nem elvégzett, pedig kötelezettség benne volt a szerződésben, de már nincsen meg a tulajdonos. Ezen szennyezések, kialakult szennyezések felszámolására legyen egy központi környezetvédelmi alap, amely ez a pénz alapot használva el tudja végeztetni a munkákat, a szennyezés mentesítését. Jelen pillanatban nincs ilyen alap. A másik pedig, hogy amennyiben beigazolódik, hogy a szerződésben van kötelezettség, de nem végezték el a környezetvédelmi feladatokat, akkor természetesen a meglévő cégekkel szemben fel kell lépni megfelelő módon, mint ahogy ezt a határozat tervezet is tartalmazza. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak, a kormány támogatja a határozati javaslatot, és jelzem, hogy a munka az nem zárul le december 15-ével, hanem akkor egy újabb állomásához érkezik. Köszönöm, hogy szólhattam. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Keppli Lajos úrnak, a Fenntartható Fejlődés Bizottság előadójának. Öné a szó. Köszönöm szót, elnök úr. Államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim, jelen felszólalásomban az a feladatom, hogy a Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának álláspontját ismertessem, ezért most rövid leszek, pártom, illetve frakcióm álláspontját majd a későbbi felszólalásomban fogom ismertetni. A Fenntartható Fejlődés Bizottságban a javaslat egyhangú támogatással ment át, általános vitára alkalmasnak találta a bizottság egyhangulag. Nyilván nagyon fontos javaslatról van szó, és bár apróbb kérdésekben voltak, ha nem is viták, de különböző javaslatok, amiben nem értettek egyet a bizottság tagjai, abban mindenképpen a teljes bizottság egyetértett, hogy szükség van az elmúlt 20 év privatizációs szerződéseinek felülvizsgálatára környezetvédelmi szempontból is. Innentől kezdve aztán jöttek a különböző javaslatok, hogy milyen más szempontokból kellene még, illetve hogy teljes körű felülvizsgálat a privatizációs szerződéseknek, ami nyilván nem tartozik ennek a javaslatnak a tárgykörébe, hanem egy önálló, akár bizottsági vagy más egyéb módon megoldandó feladat lehet majd a jövő feladata. Visszatérve azonban ehhez a javaslathoz, amiben még itt nézeteltérések mutatkoztak, vagy különböző vélemények voltak, az például a rendelkezésre álló határidőnek az elégséges vagy elégtelen volta.
többen jelezték, vagy jeleztük a bizottságból, hogy hát ehhez az óriási feladathoz, ami itt most próbált Illés Zoltán államtitkár úr is jellemezni a feladat nagyságát, ez a rendelkezésre álló idő sehogyan sem tűnik elégségesnek. Ezek a vélemények is elhangzottak a bizottság ülésén, azonban összefoglalva elmondhatom, hogy alapvetően egy szükséges és jó javaslatnak tartjuk ezt, ami most a ház elé került. A egyéb véleményt, illetve kritikát pedig majd a frakció keretein belül a felszólalásomban elmondom. Tehát összegezve egyhangulag támogatta a fenntartható fejlődés bizottság és általános vitára alkalmasnak találta a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként megadom a szót Józsa István képviselőnek, MSZP képviselőcsoportjából. Önnél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Én nagyon egyetértek államtitkár úr azon mondatával, amikor azt mondta, hogy ez az első lépés, csak nem tudom, hogy előre vagy hátra. Ugyanis ezeket a feladatokat a parlamenti demokrácia keretei között egyetértve természetesen a célokkal országgyűlési parlamenti vizsgálóbizottság szokta csinálni. Tehát amikor a tárca, jelesen a környezetvédelmi államtitkársága termékdíjról szóló átfogó módosító törvényjavaslatot képviselői indítványként adatja be, ennél meg pont fordítva, ami parlamenti feladat lenne, egy szép, cirkalmas, másodjára is kicsit hibás országgyűlési határozattal áttestálja a kormányra. Tehát nem igazából látom itt a munka megosztást. A termékdíj törvénynél ott teljesen egyértelmű a véleményem, hogy az egy renonc. Tehát egy ilyen fajsúlyú törvényt nem lehet képviselőindítványként behozni, de most nem az van napirenden, hanem az a országgyűlési határozati javaslat, ami arról szól, hogy a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról. Tehát ezt meglátásom szerint minden hazafiai buzgalom mellett a kormány meg tudná csinálni mindenféle országgyűlési határozat nélkül is. Teljes jogkörébe áll, semmi nem korlátozza. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, a korábban pénzügyminisztérium, most nemzetgazdasági minisztérium felügyelete alá tartozik. Tehát egyetlen kormányhatározattal ezt el lehetne rendezni, és nagyon örülne természetesen az országgyűlés, hogyha erről tájékoztatást kapna. Ennél én magam részéről csak még egy jobb megoldást tudok elképzelni, hogyha hasonló célkitűzéssel egy országgyűlési vizsgáló bizottság alakulna, amelynek természetesen együtt kellene működnie, vagy fordítva a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő működne együtt ezzel az országgyűlési vizsgáló bizottsággal, és megvizsgálna azokat a kérdéseket, hogy a 89. január 1-jével hatályba lépett 2010. május 29-éig a magyar állam által, nem tudom miért pont 2010. május 9-éig, akkor már akár a tegnapi napig is lehetett volna megvizsgálni. Az összes szerződést áttekinti ebből a szempontból. E tekintetben én szeretném pontosítani az indoklás utolsó passzusát, pont a cél érdekében, mert félreérthető. Ugyanis az úgy szól, hogy a vizsgálatot különösen indokolja, hogy a volt állami vagy önkormányzati vagyon értékesítését az esetek nagy részében azért végezték, zárójel végezhették a piaci értéknél alacsonyabb áron, mert éppen az ilyen jellegű környezeti és természeti kárelhárítás a természetet és az állampolgárok biztonságát szolgáló és védő környezetkímélő beruházások vállalása volt, és itt jön a tévedés, nem a szerződések garanciális eleme, pont a garancia hiányzott, ennek a vállalása volt a szerződésekben vállalt kötelezettség. Tehát itt azért tegyük helyre,
hogy erre azért van szükség, mert a szerződésekben volt ilyen vállalt kötelezettség. Értem én a tudatalattiát a fogalmazónak, hogy pont ennek a garanciája hiányzott, és ennek gondol, szeretne ez a vizsgálat érvényt szerezni nagyon helyesen. Egy gondolatot azért szeretnék felvetni, én természetesen távol állok tőle, hogy bármiféle olyan gondolatmenetet vigyek itt végig, ami arra utalna, hogy ami fekszik, nyugszik, tehát végül is volt, aki ezt rendbe hozta, aki nem hozta rendbe, azt meg kötelezni kell rá. De amikor a miniszterelnök úr úgy nyilatkozik széles karlejtésekkel, hogy az ország háborúban áll a munkanélküliséggel és az adóssággal szembe, akkor ez a vizsgálat, ez most melyik fronton fog eredményt hozni? A munkanélküliség csökkentésébe, mert az is lehet, hogy a természeti károk elhárítására behajtása az újabb munkahelyeket teremt, vagy az adósság szolgálat oltárán, hogy csökkenti ezeknek a cégeknek a egyéb irányú beruházási képességét, mert hogy bűnös mulasztásba kerülhettek, ami ki fog derülni a vizsgálat eredményeként, ezek mentén, a vállalt kötelezettségek mentén. Azt megmondom őszintén, nem tartom szerencsésnek, ami itt a utalásba került, hogy a devecseri katasztrófa miatt van erre szükség. Én úgy gondolom, hogy az egy súlyos természeti katasztrófa volt, és ettől függetlenül ezeket a szerződéseket felül kellene vizsgálni. Ott én úgy gondolom, hogy sokkal szigorúbb felügyeleti tevékenységre lett volna szükség, és annak a tanulsága sokkal inkább az, hogy ahogy a nap korábbi szakaszában az atomtörvénybe azt fogalmaztuk bele, hogy az Országos Atomenergia Hivatal sokkal folyamatosabb felügyeleti tevékenységet kell, hogy folytasson. Tehát a környezetvédelmi hatóság sem állhat meg az engedély kiadásánál, hanem a folyamatos felügyeletet kell sokkal felelősségteljesebben végezni, mert ahogy utóbb kiderült, voltak a katasztrófának bizonyos előjelei, amit alapvetően természetesen az üzemeltetőnek kellett volna figyelembe venni, de megfelelő rendszerességű felügyeleti munka mellett talán a felügyelet is észlelhette volna, esetleg határozattal felléphetett volna korábban, hogy mondjuk ne töltsék túl a tározót, és elejét vegye ennek a borzasztó tragédiának. Összességében én magam is a határozati javaslat elfogadása mellett voltam a gazdasági bizottságban, tehát most is ezt a véleményt képviselem, azzal együtt, hogy szeretném, hogyha valami kicsit szigorúbb logika mentén tudna haladni a környezetvédelmi tevékenység, és az a háború, amiben az ország áll, ezen a területen is sikerrel lenne megvívható. Én azt hiszem, hogy mindannyian ebbe vagyunk érdekeltek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, felszólása következik. Kepli Lajos képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, az imént a bizottsági álláspontot ismertettem, és akkor most ezekben a percekben pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciójának álláspontját szeretném ismertetni. Mi is támogattuk, a Jobbik frakció is támogatta az általános vitára való alkalmasságot, mégpedig azért, mert egy nagyon régi, 20 éves mulasztását pótolja ezzel részben, pótolja az országgyűlés, hiszen már réges-régen meg kellett volna tenni az országgyűlésnek egy olyan intézkedést, amely az elmúlt 20 évnek a
rabló privatizációja következtében félérekért kikerült állami tulajdonú, egykori állami vagy önkormányzati tulajdonú létesítmények átruházási szerződésében vállalt feltételeknek a teljesítését valamilyen módon ellenőrzi, hiszen teljesen képtelenség és nonsens, hogy valaki fillérekért kiprivatizál egy teljes gyárat vagy létesítményt, idézőjelben teszem a fillérekért, a valós értékéhez képest fillérekért, azért, mert bevállal hozzá több százmilliós vagy több milliárdos környezetvédelmi kötelezettségvállalást, amellyel csökkenti a vételárat, majd ezeknek a teljesülését egyszerűen senki nem ellenőrzi, és ez így nyugodtan ment több mint egy évtizeden keresztül, gyakorlatilag a 90-es években, amikor elindult a privatizáció, onnantól kezdve. Teljesen lehetetlen állapot, és most egy picike szépségtapasz ezen az egész helyzeten, ez a javaslat, amit most itt benyújtott Páfi képviselőtársunk és társai benyújtottak, hiszen az első javaslat benyújtásakor, a korábbi javaslatkor hangoztattam én is a bizottsági ülésen, hogy ez nem feltétlenül biztos, hogy a kormány hatáskörébe kellene, hogy tartozzon, hiszen egy kormánynak mindig van egy politikai színezete, és itt az elmúlt 20 évben bal- és jobboldali kormányok váltogatták egymást, és ebből adódóan nem biztos, hogy ugyanolyan intenzitással vizsgálja a különböző kormányok ideje alatt történt privatizációs szerződéseket. Ez természetesen a jó szándékunk, jó indulatunk megvan, de ez akkor is benne van a pakliban. És az országgyűlés, mint legfőbb népképviseleti szerv valóban erre alkalmasabb lehetne, bár tudjuk, hogy az elmúlt 20 évben a parlamenti vizsgálóbizottságok sem működtek túl nagy hatékonysággal, ezt azért hozzáteszem, és most ez alól próbálunk pontosan a kolontári katasztrófát vizsgáló parlamenti bizottsággal egy kivételt képezni, hiszen rendkívül nagyszámú embert hallgattunk már a katasztrófával kapcsolatban, és nagy mennyiségű anyagot tanulmányoztunk át, és a hivatalos álláspontoktól néha egészen eltérő következtetéseket vontunk le, amik természetesen még nem kerültek, vagy csak részben kerültek nyilvánosságra, ez majd a bizottsági jelentésben fog megfogalmazódni. És nagyon szomorú az is, hogy a kolontári katasztrófára áttérve, hogy egy 10 ember halálával és több száz személyi sérüléssel és óriási nagy vagyoni kárral járó katasztrófa kellett, hogy rádöbbentsen arra, hogy itt gyakorlatilag az elmúlt 20 évben egyfajta szabadrablása folyt a nemzeti vagyonnak és az önkormányzati vagyonnak, és senki nem parancsolt megállt azoknak az embereknek, akik gátlástalanul elvitték ezeket a vagyontárgyakat, és később nem vállalták a privatizációs szerződésben vállalt feltételeket. Eszük ágában sem volt végrehajtani azokat a beruházásokat, vagy csak részben hajtották végre több milliárd forint értékben, amit bevállaltak. Mondom ezt most így általánosságban, hiszen konkrétumokról akkor fogok nyilván beszélni, hogyha bizonyítékok lesznek a kezemben, ezt illetően akár kolontár ügyében, vagy akár más ügyben. Mindezek ellenére valóban szükség lenne egy parlamenti vizsgálóbizottságra. Egy olyan parlamenti vizsgálóbizottságra majd a későbbiekben, ami nem kizárólag a környezetvédelmi feltételek teljesülésével foglalkozik, hanem a privatizációs szerződések valamennyi szociális, munkaügyi és egyéb feltételeinek a teljesülésével is, ami megint csak egy óriási munka, és nem egy néhány hónap időtartam, méretezett feladat. Csak maga a környezetvédelmi kötelezettségvállalás, ami ebben az országgyűlési határozati javaslatban megfogalmazódik, ez is nézeteim szerint egy körülbelül egy éves munkával valósítható meg, és ennek kapcsán nyújtottam is be egy módosító javaslatot, ami bár ez nem az én, alapvetően nem hiszem, hogy a Jobbik frakció feladata lenne, hanem a kormány tudná megmondani, hogy ez neki mekkora munkát jelent. Mégis azt gondolom, hogy ha ezt felelősségteljesen, precízen és minden részletre kiterjedően akarja a kormány elvégezni és nem összecsapni, akkor egy körülbelül 6 hónappal hosszabb határidő az, amivel már felelősséggel ez vállalható. Ezért nyújtottam be egy módosító javaslatot, ami ezt a határidőt 2012. május 31-éig kitolja, mert én azt gondolom, hogy nem szabad ezt a feladatot összecsapni, és nem hiszem, hogy előttünk álló 5 hónapban, vagy közel fél évben ezekkel a feltételekkel teljesíthető lenne. Illés államtitkár